Ray Dalio ezerszer többet tud a befektetésekről, mint bármelyikünk. Cégével, a Bridgewater Associates-el már 44-45 éven nagy halakra lő, és most Warren Buffett portfóliója után annak példájára megmutatom, hogyan, miért és mibe fektet Ray Dalio. Ha most jársz itt először, akkor üdv, ez itt a Pénzügyi Fitness csatorna, én Mészáros Péter vagyok. És azok a nézők pedig különösen kedvesek voltak az elmúlt hetekben, akik megkérdezték, hogy hova tűntem a képernyőről. Hát megszületett a kisfiam, és akkor ilyenkor az embernek azért oda kell tennie magát, átrendeződnek a prioritások. De most visszatértem, és beszéljünk először Ray Dalioról és a Bridgewater Associates-ről. 1975-ben hozta létre ezt a céget, és már akkor is az intézményi befektetők voltak a célpontjai. Tehát ez azt jelenti, hogy nyugdíjalapok, kormányok, különböző alapítványok, központi bankok. Ő leginkább a makrohelyzetre alapozva fektet be, tehát nem az egyes cégek szoknyája alá néz be, hogy ott mi a helyzet, mennyi bevétel termel, milyen adóssága van, hanem főleg a gazdasági helyzetet, az inflációt, a devizák egymás közti helyzetét, a demográfiát veszik alapul, tehát a makroképet. És olyan portfóliókat alkotnak, amiben egymással nem korreláló elemek vannak, és nem inkább az eszközallokációra helyezi a hangsúlyt, hanem a kockázatallokációra. Tehát nem azt nézi meg, hogy hány százalék kötvény, meg hány százalék részvény legyen benne, hanem az, hogy milyen kockázati eloszlása van annak a portfóliónak. Ez egy teljesen más alapelv, és nagyon jól tud működni. Így Dalio a világ legnagyobb hedge fund alapkezelőjévé nőtte ki magát, és privát befektetőként nem is tudunk nála befektetni. Szerintem szakmailag az az egyik legnagyobb elismerése, hogy 2018-ban az IMF is fektetett be nála pénzt. A cég egyébként ugyanúgy 3 havonta jelenti a portfólióját, és a 13F nevű dokumentumokból össze lehet ollózni a portfóliót nagyon sok munkával. Ugye sokáig lehetne vitázni arról, hogy milyen számokat veszek alapul, és szerintem ismét elmondom, nem a tizedes vesszőkön múlik a dolog, a lényeg azért biztosan látszódni fog. Mik a főbb komponensek? A cég 3 fő terméke a Pure Alpha alap, az All Weather Portfolio és a Pure Alpha Major Markets alap. Az első és az utolsó, ez a Pure Alpha alap és a Pure Alpha Major Markets alap, ezek főleg aktív alapkezelésen keresztül jól diversifikált eszközökbe és spekulációkba fektetnek. Az All Weather Portfolio az egyes eszköz osztályok veszélyességét, kockázatát keveri össze úgy, hogy lehetőleg hasonló mértékben szerepeljenek ezek. Tehát legyenek benne részvények, ha nagy a növekedés, legyen benne kötvény, ha alacsony a növekedés, legyen benne árupiac, ha nagy az infláció, és legyen benne részvény és állampapír, ha alacsony az infláció. Mindezt ETF formában például a következőképpen tudod lekövetni. Most nem fogok itt egyébként később sem minden apró elemet és torta szeretet felolvasni, lepauzízod, megállítod a videót, és utána el tudod magadnak olvasni, és szerintem minden világos lesz. Ami a cég összes tőzsdén kereskedett eszközeit illeti, ebben tudok most segíteni. És direkt nevezem tőzsdén kereskedett eszközöknek, és nem részvényeknek, ugyanis Dalio erőszeretettel használja az ETF-eket is. Másrészt az előírásoknak megfelelően sem állhat az irodában több milliárd dollárnyi arany a fiókban náluk, ezt aranybánya részvényeken keresztül is veszi, nem csak arany ETF-eken keresztül. Zárójelben jegyzem meg az arannyal kapcsolatban, hogy egy átlagos befektetési alap ugye nem is vásárolhat fizikai formában aranyat. Emiatt már több per is indult, korábban mutattam példákat, Hollandiában a felügyeletnek elnézést is kellett kérnie emiatt egy befalap irányába. És van olyan befalap Németországban például, amely ennek ellenére szeretne venni fizikai formában, így maximum 20%-ban azért tarthat fizikai aranyat, de a kezdő belépő cserébe viszont 100 ezer euró. De lássuk a Bridgewater Associates főbb tőzsdén szereplő elemeit. Ahogy a következő ábrán látszik, ezek mindegyike ETF. Ugye S&P 500-as index, fejlődő piacok, kötvények, távol-keleti kitettség és arany. Tehát megint nem fogom felolvasni, hogy pontosan mik ezek, nem húzom vele az időt. A kördiagram apróbb szeleteit pedig felsoroltam. Ezen az ábrán az 1 és 2,5 százalék közti elemeket látod. Ezen pozíciók, tehát legalább 1%-os súllyal szerepelnek. Ezen túl is vagyunk az egész portfólió 3/4-én, a dolog oroszlán részén.
Az ETF-eken túl is nagy különbség Buffetthez képest, hogy ott a portfólió elemek száma megállt 40-50 között, míg itt 370 darab szeletkét látunk. Tehát a következő ábrán már a 0,2% és 1% méret közé eső részvényeket és ETF-eket látott felsorolva. Gyorsan tovább is megyek, ne húzzuk az időt a felsorolással. A következő ábrán, ezen az ábrán már a 0,1% és 0,2% méret közé eső részvényeket látott felsorolva. Végül még 66 részvényt látsz, amik legalább 0,04%-os súllyal szerepelnek. Ami ennél is kisebb vételük, az bő 200 részvény, és nem fogom egyáltalán felsorolni, azonban néhány példát felsorolok ebből a csapatból, amik inkább ismertek számunkra. Ugye ebben van IBM, Coca-Cola, Apple, hogy más ne említsek. De nézzük az egyszerűsített képet az összetételt szektorok szerint. Tehát ezután, hogy megnéztük az egyes elemeket, minden felsorolt részvényt és ETF-et beosztottam valamelyik szektorba, csoportosítottam ezeket, és a szektorokban szereplő tortaszeleteket összeadtam. Így láthatjuk, hogy milyen étvágya van egyik kedvenc befektetőnknek. Az első és legfontosabb befektetési terület Ray Dalio számára a feltörekvő piac 31%-kal, tehát durván a harmada pénzét ebbe fekteti. Ezt követi az S&P 500-as index 24%-kal, ez a negyede a portfóliónak. Ezt jóval lemaradva követi a kötvények, az arany és a nemzetközi piac. Az a 4,6% kelet egy olyan rész, amit besorolhatsz mind a nemzetközi részvénypiacba, vagy a feltörekvő országok közé is, de ez annyira specifikusan távol-keleti országokba fektető ETF-eket jelent, hogy én úgy gondoltam, külön veszem ezt a kategóriát, ami a keleti országok ETF-ei, és tehát a keletre fektető alapok. Ezen kívül 3-5%-nyi részesedései vannak még a pénzügyi szektornak, a fogyasztási cikkeknek, az egészségügynek, nyersanyagoknak, energiaiparnak és a számítástechnikának. Na, de az a lényeg, mire gondolhat Ray Dalio, amikor így fekteti be a pénzt? Legalábbis azt a részét, amit megmutat nekünk az adatsor. Gondolj bele, neki növekedést kell produkálnia, mert ha nem teszi hosszabb időn keresztül, ha nem lesz jobb, mint az index hosszabb időn keresztül, akkor akár egy olcsó, diverzifikált index alapot is vehetnél helyette. Tehát ezért ő leginkább feltörekvő piacokba fektet, és keletre fektet be. Azért, mert a nyugati világ GDP-je is növekszik természetesen, ahol mi élünk, ott is vásárolnak az emberek okostelefont, meg mindent, de az már fejlett gazdaság. Nem áll akkora növekedés előtt, és azért hadd említsem meg azt a tényt, hogy a nyugati világ halad a nyugdíjkatasztrófa felé. Keletre pedig egyrészt tolódik át a világ irányítása, egyre nagyobb részt hasítanak ki a bolygó GDP-jéből, ott még növekszik a népesség, ott kerül ki igazán sok ember a mély szegénységből, ott növekszik nagyon a diplomások aránya, tehát folytassam még, ha például ugye belegondolok egy ószergyártó cég helyzetébe, akkor melyik területtől várhat nagyobb növekedést? Egy angol piactól, vagy egy afrikai piactól, vagy egy keleti piactól? Hát nyilván nagyobb esély arra van, hogy Afrikába vagy keleten fog növekedni az ő piacuk. Igaz? A másik fontos szempont számára az S&P 500-as index, azért, mert mégiscsak a világ egyik legjobb piaca ez, stabilitást ad, fejlett részvénypiacon, jól menedzsel cégekkel, leginkább a részvényeseik érdekeit figyelembe véve. Szerintem ezért pakolja a negyede pénzét S&P 500-as indexbe. És természetesen kötvényeket is tart, és aranyat. Ő mondja azt, hogy ha nincsen legalább 5-10% arany a portfóliódban, akkor nem tanultál semmit a gazdaságról vagy a történelemről. Ezek a számok még azelőttről valók egyébként, hogy azt mondta volna, még többet érdemes venni. Egyébként arról, hogy idén január közepén mit írtak az aranyjal kapcsolatban, majd egy későbbi videóban beszélek, mert az is érdekes. De menjünk tovább. Hogyan változott a portfóliója mostanában? Ugye először is az olyan fejlődő piaci ETF-eket, mint a Vanguard Emerging Markets ETF, vagy az iShares Core Emerging Markets ETF, vagy az iShares Emerging Markets ETF, vagy az iShares JP Morgan USD
Emerging Markets Bond ETF 20-50%-kal csökkentette. Tehát ezeket a kitettségeit, a fejlődő piaci ETF-eket, azokat csökkentette. A kitettségét viszont Brazília, Tajvan, Kína, Mexikó és India felé növelte. Tajvan felé nemrég nyitott. Felsorolok néhány részvényt, amit az elmúlt hónapokban vagy az elmúlt fél évben vásárolta legalább fele pozíciót ezekből. Ilyen az Elbrands, a Macy's, a Ralph Lauren, a Walgreens Boots, az Alexion Pharmaceuticals, a Davita, Vitacom, Cleveland Cliffs, Invesco, Xilinx, tehát ezeket vásároltam mostanában, ebben nem találni különleges szektor alapú furcsaságokat, viszont ezen részvények többsége nem éppen az 5 éves csúcsán van. Milyen érdekességek vannak a Ray Dalio portfólióval kapcsolatban? Ugye abból, hogy ilyen sok elemből áll a portfólió, több mint 370 elemből, szerintem több dolog is következik. Egyrészt nagyon nehéz lesz felülteljesíteni a piacot, tehát minél több részvényt veszel meg egy piacból, minél nagyobb részét tartod a piacnak, az eredményed is annál inkább hasonlítani fog a piacra. Pedig az ő célja a felülteljesítés lenne. Ezért is csinál Ray Dalio különféle rövidtávú devizaspekulációkat és hasonlókat, hogy ott esélye legyen a magasabb hozamra. De ugye ezt a tortánk nem tükrözi, hiszen ezeket mi nem látjuk. Ezeket nem tudjuk követni. Másrészt furcsának találom, hogy egyáltalán nem az én ízlésemnek megfelelő dolog. Szerintem 50 alatt kellene tartani mondjuk az egyedi részvények számát, e körül már elegendőnek kellene lenni ennek a portfóliónak. Ennél többet nehéz észben is tartani, de ez egyedi döntés és a költségek is növekedhetnek, hiszen több lesz a tranzakció. Ez már számomra túl diverzifikáltság hibája. És ha majdnem egy nagyságrenddel nagyobb számot látok, ugye fogod látni később, hogy lesz ez még durvább is, akkor mennyire ért hozzá az ember? Mennyire tudja megindokolni, miért vett meg egy részvényt? Ezeket a kérdéseket, ezeknek a megválaszolását rád bízom, ezzel most búcsúzok, visszamegyek a kisfiamhoz, és innen folytatjuk majd legközelebb. Remélem tetszett ez a videó, ha igen, akkor kérlek lájkoljad, iratkozz fel a csatornámra, kövess más felületeken is, addig is, amíg legközelebb találkozunk, kellemes időt kívánok nektek, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!